Sziasztok! Ebben az angol leckében megtanulunk olyan szavakat, amik nagyon fontosak. Majdnem minden mondatba meg lehet találni ezeket a szavakat, és ha akarsz valakivel angolul beszélgetni, akkor ezek a szavak, amik tudnod kell. Szóval vegyél elő egy papírt, tollat, és írd le magadnak, mert leírni a szavakat nagyon segít, hogy emlékezz rájuk. Azután, hogy mondom angolul, mondd utána. Tábla. Szóval az általános szavak. Lecke lesz. Talán. Maybe. Maybe. Mikor? When. When. Azért. Because. Because. Valakinek. Vagy valakiért. For. For. Például, ha kérdezi valakinek, valaki, hogy kinek hozod ezt a virágot? Azt mondod, for my mother, az anyámnak. Szóval nak, az a for, csak az ember, akinek csinálsz, vagy akiért csinálsz, az a for megy elő, az a mondat elére. Szóval annak az embernek elől. Amíg, until, until. Amíg felnövök. Until I grow up. Val-vel. Valamivel. With. Magyarul lenne kutyával. Angolul a val, a with, a kutya előtt teszünk. With the dog. With my dog. Az én kutyámmal. Valakinek. To. To. Vagy az is lehet, hogy hova. Irányítás hova. To the wall. To the wall. A falhoz. Vagy anyámnak. To my mother. To. Szóval to az lehet, hogy valakinek adni, vagy vigyed valakinek, vagy tedd valahova. To the car. Take this to the car. Take this to the car. Vidd ezt a kocsiba. Azután. After. After. A következő három szó, erről csinálok egy külön videót, és ott meg fogjuk nézni, hogy lehet ezekkel a szavakkal írni mondatokat. Az első szó valaminek a tetején. On. On. A második szó valahol, hogy irányítás, hogy hol. At. At. At the bar. A bárban. A harmadik szó. Benne. Valami ben. In. In. It. Here. Here. Ott. There. There. Nagyon. Very. Very. Újra. Again. Again. És az utolsó ebből a videóból. Hátul. Hátra. Back. Back. Ez még úgy is lehet mondani, hogy visszafele. De mi ugyanúgy mondjuk a hátra, visszafele, hátul. Ennyi volt ebből az angol leckéből. A következő videóban átnézzünk jobban, hogy kell használni az on, at, in szavakat mondatban.